egyszerűen lenyűgöz a mindenható Isten kegyelme, hogy az ő hosszú tűrése, amivel mi visszaéltünk és folyamatosan visszaélünk. Mert hogyha megengedi, hogy valamennyire átérezzük azt, ami a valós helyzet a világban, akkor érezzük azt, hogy összeroppanunk lelkileg. Az ember nem tudja elhordozni a valóság terhét senki, ezért nem is láthatja Isten megedélylássuk a valóságot teljes mértékben. Én is, amikor mélyebb betekintést nyerek abba az elbukott valóságba, ami kint van, ugye, a külső sötétségben, akkor érzem azt, hogy összeroppanok. Tehát rám nehezedik az egész emberiség bűne, borzalmas érzés. És nyilván Isten nekem ezt megengedi, és tudom, hogy másnak is megengedi, nem csak nekem. Egyrészt azért, hogy ne legyünk elbizakodottak, ne bízzuk el magunkat, ne fúvalkodjunk fel, hogy ne felejtsük el, hogy emberek vagyunk, tehát testben vagyunk, gyarló emberek vagyunk. És másrészt pedig azért is, hogy legyünk résen, ahogy mondta Jézus, szüntelen virasszunk, szüntelen világítsunk. Hogyan virasztunk, hogyan világítunk? Gyertyával, petróleumlámpával? Nem, hanem a bizonságtétellel, a bizonságainkkal tudunk virasztani és világítani. Ezért mondtam azt, hogyha senki sem hallgatná azt, amit beszélek, akkor is kéne beszéljek, amíg testben vagyok, magamért, a saját lelkemért, hogy az én lelkemnek legyen világossága, ne legyek sötétségben, magamért kéne beszéljek, és örvendezzek a lélek kijelentéseiben, mint egy bolond gyermek, aki örül annak, amit láthat. Senki más nem látja azt, ugye? Csak a gyermek maga látja. Mert hisz, a gyermek ő befelé is lát, sőt, Isten minket arra hív, belátásra hív, befelé látásra. Befelé nézzünk, és bentről, mindenféle szennytől megszabaduljunk, mindenféle bűntől, életellenességtől megszabaduljunk. És mi bent éljünk, bent létezzünk, a belső szobában létezzünk. Ez az alapja, ez a lényege Jézus beszédének, az ő örömhírének, az ő evangéliumának, hogy mi bent létezzünk, a belső szobában létezzünk. Abban a belső szobában, ami már ki van takarítva, ami tiszta. Sőt, azt mondja Jézus, hogy ha mi nem világítunk, nem akarunk virasztani, nyugodtan ezt a szót, hogy virasztás vagy világítás, lecserélhetjük avval a fogalommal is, hogy bizonságtétel. Ha nem akarunk mi bizonságot tenni, nem akarunk a bizonságainkban fürdőzni, amit kapunk a mindenható Istentől, azt nem akarjuk nyilvánvalóvá tenni, akkor nem világítunk, akkor nem virasztunk. Akkor elolvassuk a Bibliában, hogy Jézus mondta, hogy szüntelen imádkozzatok, meg virasszatok. Igen, igen, ezt olvastuk, ezt is olvastuk, csak éppen nem értjük a lényeget, és nem is cselekedjük. De a virasztás, a világítás, az a bizonság. A bizonság, amit megosztok, most ha nincs akivel megosszam, akkor megosztom magammal, megosztom saját magammal. Ahogy az atyának élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, ezt mondta Jézus. Tehát, hogyha az egész világ elpusztulna most, kipusztulna az egész világ, egyedül maradnék, akkor is bizonságot kéne tegyek. Kéne engedjem az atyának a lelkét, hogy nyilvánvalóvá legyen a saját lelkemért. Ha nincsen más azon a földön, akkor a saját lelkemért kéne ezt cselekedjen. Bizonságot tegyek. Engedjem az atya bizonságát, hogy átfoljon rajtam. És ez a világítás, ez a virasztás, a szüntelen ima, ugye, amikor szüntelen imában vagyunk, hogy bizonságot teszek, hogyha nincs akinek, akkor saját magamnak bizonságot teszek. És igen, ismerős érzés az, amikor az ember örvendezik, tehát imában vagy, és senki mással nem találkozol, vagy nem érintkezel, de mégis örvendezel az atya jelenlétében, mert jönnek szebb-nézebb megértések, kijelentések, és a lélek megörvendeztet. Ahogy a legelső Zsoltárban is olvassuk, azt mondja Dávid, hogy boldog ember az, aki az Isten szavában, az ő beszédében gyönyörködik éjjel és nappal.
Tehát az élő Isten szavában, az ő lelkében van gyönyörűsége éjjel és nappal. Mert az ilyen ember olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán meghozza a gyümölcsét, és a virága nem herad el soha. Tehát most képzeld el, hogy éppensége az történik, hogy ottan kipusztul minden körülötted, eltűnik minden körülötted. Akkor mit fogsz csinálni? Kétségbe esel? Újból, mint Ádám. Hát Ádám is kétségbe esett, és úgy lett az egyből kettő. Mit fogsz csinálni? Vagy pedig örvendezni, hogy atyám, én teljes biztonságban vagyok a te oltalmadban, a te jelenlétedben. A külső képek hát nem azt mutatják, hogy minden oké volna, de én tudom, hogy te tökéletes vagy. Ma úgy kellett nekifogjak ennek a felvételnek, ennek a kemény felvételnek, amely 5,5 órán keresztül tartott, körülbelül 1,5 óra szünettel, és abból kivettem a szüneteket is, úgy lett 4,5 óra, tehát másodpercre, fél másodpercre kivettem minden szünetet. Belőle is úgy lett így kevesebb, mint 5 óra, különben 5,5 óra felvétel. Megint megettem a témától, a tegnapi témától, és muszáj volt fohászkodjak, hogy nem én kell beszéljek. Miért aggódok én, vagy mitől, miért idegesítem magamat, hisz úgysem én kell beszéljek. A kijelentések nem az én kijelentéseim. Hogyha szólok, akkor nem én kell szóljak, hanem az atyám lelke szól általam. És meglepődtem, egy kis szünettel a felvétel, az irodás 5,5 órán keresztül tartott, és nem fáradtam el, nem éreztem magam fáradtnak, sőt, békességem volt. Teljes békességem volt. Azért hagytam abba, mert úgy éreztem, hogy ennyi volt, körülbelül a végére értem annak a témának, ami nagyon fontos téma. Úgy azt mondtam, hogy ha egymagában valaki azt meghallgatja, egy olyan ember, aki korábban nem hitt Istenben, vagy nem volt semmilyen kapcsolata, semmilyen vallási rendszerrel, felekezettel, meghallgatja ezt a felvételt, ettől az egy felvételtől, ezen egy felvétel által hitre tud jutni, és megkaphatja a mindenható Isten kegyelméből azt az élő kapcsolatot, amit ő kínál mindenki számára. Csupán ez az egy felvétel által, ha valaki azt ugye végighallgatja. Tehát rálátás nyer arra, hogy mi történik a világban, hogyan történt a torzulás, az ember torzulása és az elbukása. Szóval világosság, virasztás, magunkért tesszük elsősorban, és mert ha nem teszem, ha nem világítok én a belső szobából, mert ugye azt mondja Jézus, hogy aki megcselekszi az én beszédemet, azt szereti az atya. Ahhoz megyünk én és az atyám lakni, és otthont készítünk nála. Nála, az nem az én házamban, én házamban is nyilván, de legfőképp az én belső házamban, szívemben. És így van bennem világosság. Tehát, hogyha itt mindenki halna egyszerre, eltűnne minden, megszűnne az egész gyergyó, akkor is nekem világosságom kéne, hogy legyen az atyától, ha én hűséges vagyok. Sőt, azt mondja Jézus, hogyha nem virasztok, nem világítok, nem teszek bizonságot, nem a bizonságaimmal foglalkozok, az atyától kapok, akkor kivettetem a külső sötétségre, hol lészen, sírás és fogcsikorgatás. Mi ez a külső sötétség? Hát minden, ami kívül van. Ami a testen kívül van, az mind külső sötétség. Az összes emberi alkotmány, emberi rendszer, amit létrehoztunk, az maga a külső sötétség. Ami miatt aggódunk, és ahogy tapasztaljuk, az aggodalmunknak az okai nem hogy apadnának, hanem inkább szaporodnak. Egyre több okunk van arra, hogy aggódjunk, hogyha kifelé nézünk, hogyha kintiekkel foglalkozunk, azzal bajlódunk, és így süllyed az ember vissza a hitetlenségbe, és így vettetik ki ő a külső sötétségbe. Ha te nem akarsz hinni a belső világosságba, amelyet én adok neked, mondja az Úr Jézus, akkor hinni fogsz a külső sötétségnek, amely rá fog nehezedni erre a világra, és lesznek katasztrófák, földindulások, vulkánok, háborúságok, járványok, és minden lesz, és azoknak hírei, minden lesz, amit az ember el tud képzelni. Ez mind a külső sötétségben fog zajlani, a hírekben fog zajlani, és kívülről akar belopakodni hozzád, és hozzám, és mindenkihez. És be is fog lopakodni. Erről beszéltem a tegnap előtt, hogy be is fog lopakodni, hogy nem a megfélemlítő a fő bűnös, hanem az, aki fél. Az, aki fél, aki nem teljes, hanem fél. Azért tud bejönni a sötétség hozzám, a kísértés, a külső sötétség, a külső sötétségnek a különböző ijesztő hírei, azért tudnak bejönni hozzám és hozzád, és mindannyiunkhoz, mert van hely, nincsen teltház. Hogyha nincsen teltház a mi lelkünkben, tehát hogyha nincsen lefoglalva a mi értelmünk, a mi szívünk és a mi lelkünknek a
minden zuga nincs lefoglalva az atyánk jelenlét által, a Krisztus lelke által, akkor be tud jönni a külső sötétség. Jön a megfélemlítő, és be tud jönni, azt mondja, hogy te, én ott kívülről látom az ablakon, ott még van hely. Ott én elférnék. És amikor ő bement arra a kicsi helyre, egyszer csak elfoglalja az egész házat, az egész lelkedet. Így történik. Először egy picike, pontosan, mint a farkas a mesében. Először csak a kezemet, majd a lábamat, és aztán mindent. És felfal mindent abban a házban. Ezt teszi a külső sötétség. Mikor? Hát akkor, hogyha én nem virasztok, nem világítok, vagy nem vagyok bizonságtevő. Ez fog történni. Bolond bizonságtevő kell legyek, aki ebben ennek a világnak, ennek az eltorzult, pervers, elromlott világnak a szemében, aki normális, az igyekezzen és gyorsan legyen bolond, amíg nem késő. Legyél bolond. Ha azt mondja anyát, vagy apád, a szüleit, vagy bárki ismerősöd, barátod, tehát normális vagy, akkor vedd ilyettét a dolgoknak, és félj, és rettegj, hogy egy földhöz ragadt ember, egy hitetlen ember azt mondta, hogy normális vagyok, tehát ő saját magát látta bennem. Azt jelenti, hogy ő magát meglátta bennem, és ő az ő eltorzult normája szerint normálisnak lát engemet. Azt jelenti, hogy nekem félnem kell. Én nem vagyok egyenesben a mindenható Istennel. Tehát Isten ments, hogy valaki engemet normálisnak gondoljon. Jézust végül már az utolsó órában senki nem gondolta normálisnak. Még az apostolok sem. Még a legközelebbi személy, Péter sem gondolta normálisnak. Már ő is kételkedett abban, hogy ennyire őrült nem lehet. Én értem, hogy beszél, mert szeret beszélni, tanítani meg minden, de hogy teljesen komolyan gondolja azt, hogy ő engedni fogja, hogy őt keresztre feszítsék, ezt nem tudom felfogni. Most már ez több a soknál. Tehát Péter maga sem gondolta normálisnak Jézust. Tehát Jézus egyáltalán nem felelt meg a testi normáknak, a test normáinak, hanem az atya normájának felelt meg. És az atya normája, a mindenható Isten normája, a bolondság, e világ szemében, a testi emberek szemében, a földhöz ragadt emberek szemében, az atya normája, bolondság. Ezért mondja Istennek a gyermeke, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azok számára, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, és azoknak, akik megtartatnak, mert szelidek és alázatos szívűek az atyával, az atyának a szemében, nekik az Isten megtartó ereje, a keresztről való beszéd. Azok számára, akik testiek, karnális gondolkodásúak, mondjam azt. Azok számára bolondság, őrültség. Hát ébredj fel, hát hol ész, a holdon ész? Olyan sok mindenre szükség van, hát nem látod, mi van a világban, és ez kell, meg az kell, meg az is kell, meg minden kell. Tehát aki teljesen karnális, és nem akar lelkivé válni, nem akar újjászületni, ahogy mondja Jézus, azok számára a te beszéded, a te minden beszéded, minden szavad bolondság kell, hogy legyen. Félj és ijedjél meg, és félj, hogyha egyetért veled egy olyan ember, aki teljesen karnális. Addig örülj, amíg kételkednek a szavadban, vagy bolondnak hisznek, mert azt jelenti, hogy normális vagy az atya szemében. Persze, hogyha egy olyan személy, aki szintén megkapta, örömmel fogadta az újjászületés ajándékát, hogyha azt mondja, hogy normális vagy, akkor az már teljesen más dolog, mivel hogy ő is bolondá lett. Tehát a bolond személyben ő normális, ugye? Tehát egy norma szerint élnek. De az én normám, az új norma, amit kaptam az ég és a föld teremtőjétől, az a földi rendszer szerint, az nem norma, az egy hazug norma. A világ szemében Istennek minden szava hazugság. Az ő minden szava hazugság a világ szemében. És miért beszélek most erről? Bevallom, hogy egy picit a hosszú élőadás után a tekintetem, mivel ugye, hogy az élőadás után jönnek a technikai dolgok, ugye a háttérmunka, ami tényleg lélekgyötrő tud lenni, de Istennek arra is van áldása. De azzal párhuzamosan becsúszik egy-két más technikai dolog is, vagy egy-két más ilyen testi dolog is, ugye, mert maga a technikai háttere a kiáltó szónak is, ugye az is testi, és olyankor, amikor azzal foglalkozok, akkor inkább meg vagyok kísértve azzal, hogy más, akár fölösleges testi dolggal is foglalkozzak. Ez meg szokott történni, és akkor így a tekintetem megint elkalandozott néhány klikkel, odébb lépett, és a technikai dolgokra terelődött a figyelmem picit. És egyszer csak mi történt? Az történt, hogy az egész városban elvették a villanyt. Hoppá, milyen érdekes. A telefonnak még volt jele, fel is volt töltve, a számítógép kikapcsolt,
a kiáltószó.go.ro. nem tudom én mi, az már nem megy, ugye, mert ilyenkor nincs áram, nincsen internet. Tehát én mondtam, hogy aki teheti, töltse le. Nem hiába figyelmeztettem azokat, akiknek fontos lenne letölteni egy hordozható adattárolóra, ugye, egy kis microSD kártyára vagy valamire, hogy lehessen azt megosztani. Mert ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. És YouTube-on látom, hogy kedves barátom, utitársam, testvérem, Totyorgó, ő is arról tesz fel bizonságot, hogy sötétség van. És pont akkor elvették a villanyt. Ilyen nem volt jóformán, hát régóta. A kommunizmusban nekünk ez ismerős volt, nekünk ez szokványos volt. És azt kell mondjam, hogy azok voltak a boldog szép napok. Mert nem a villanyáramra alapoztuk mi az életünket, hanem arra, amit kaptunk mi azon kívül a mindenható Istentől. Nem volt villanyáram akkor, egy gyertya előkerült, egy petróleumlámpa, amellett olvastunk, tanultunk, meg nevetgéltünk, sőt élveztük azt, amikor nincs áram, villanyáram. És megmondom őszintén, hogy amikor ez megtörtént, jó érzés fogott el. Jó érzés. Viszont nem biztos, hogy mindenkinek ez jó érzés. Hirtelen, még nincs olyan késő, ugye, 10 óra előtt történt, azt hiszem ez, ha bár igen, 10 környékén történt itt Romániában. Nem biztos, hogy mindenki alszik. Lehet, hogy van még kicsit facebookozni, vagy valami. Bár a telefonon még az ember mindig megteheti, mert úgy néz ki, a telefon jel az még van, még működik. Tehát akinek a telefonja fel van töltve, fel volt töltve, annak ugye még szerencséje van, még tud kapni egy kis ányugalmat az internetről. De mi lesz, hogyha a telefonok le fognak merülni? Mi lesz, hogyha a villanyáramot nem fogják megadni? Mostantól még hű az ég, milyen fekete. A villanyáramot nem fogják megadni egy hétig. A fagyasztó leolvad, az infrastruktúra kezd leállni, és elkezdődik az, amiről beszéltünk, a zombi apokalipszis, a külső sötétség, a brutális és horrorisztikus külső sötétség. És amikor miközben elindítottam ezt a felvételt, ezt az előadást, eszembe jutott nekem egy film, amit láttam régebb, és azt kell mondjam, hogy hálás vagyok ezekért a filmekért is, mert tudom, hogy az Úr akarta, hogy ezeket megnézzem. Mert ugye jobb az a testnek azt mondani, hogy jaj, én nem nézek ilyen csúnya filmeket. Jó van, vagy én nem akarok ilyen csúnya álmokat. Jól van, de mi van, hogyha a valóság lesz olyan csúnya? Aki látott egy-két ilyen csúnya filmet, egy-két csúnya álmot, amiben a mindenható Isten őt felkészítette arra, hogy ilyen is történhet, te ne félj, mert az én gyermekem vagy, az én fiam vagy. Neveden szólítottalak, megváltottalak. Annak könnyű, mert azt mondja, hogy hát igen, én ezzel találkoztam a dologgal. Akik beszélhettek, bizonságot tettek az interneten és élőben is az elmúlt években, azok rengeteg figyelmeztetést kaptak arra vonatkozóan, mi fog történni. A földrengésről, kemény földrengésekről sokan tettek bizonságot. Még édesanyám is kapott olyan álmot, amiben a csempe hullott le a falról, tehát valami ugye rázta az épületet. Ilyen történhet, tehát kaptunk nagyon sok figyelmeztetést atyánktól, hogy ez fog történni. És aki kapott figyelmeztetést, és komolyan vette, és komolyan adta a figyelmeztetést, az, amikor ez fog történni, akkor áldani fogja mindenható Istent. Tehát számára dicsőséges lesz az a momentum, amikor tényleg megtörténik egy olyan katasztrófa, vagy egy olyan végítélet, amiről akár még a filmek is tanúságot tesznek. Mert az ítélet nem fog minket váratlanul érni, ahogy mondja Pál apostol. Ő elmondja, hogyha az emberek hisznek az embereknek, mert mi ugye rémhírterjesztők vagyunk ilyen szempontból, mert mi azt mondjuk, hogy veszedelem következik, az apokalipszis, az Armagedon következik, soron küszöbön van, és ugye egyéni szinten eljön egyeseknek már sokkal korábban, mint ahogy az eljön éppenséggel globálisan, vagy nemzeti szinten. Mi erről beszélünk. A világi vezetők, a testi emberek, akik a testi szemeikkel látnak, és nem kaptak, nem vettek látást Istentől. Ők másképp beszélnek, ők azt mondják, hogy ha, békesség és biztonság. Benzinástopp, meg ilyen stopp, meg olyan stopp, meg szívstopp. Persze azt nem mondják, a szívstoppot, azt nem mondják bele. Hanem a hamis vigasztalás, a hamis nyugalom, az álnyugalom, a hazug békesség szavait mondják. És erre mondja az Úr Isten, az ő gyermek által, hogy amikor ezt mondják, békesség és biztonság, na akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Te ti, atyám fiai, ti nem vagytok a sötétség gyermekei, hogy az a nap meglepetésszerűen érne titeket.
Ti a világosság fiai vagytok, ama világosság által, amit kaptatok Isten kegyelméből, a Krisztus beszéde által. Titeket nem fog meglepetésszerűen érni a vesztelem. Kiket fog meglepetésszerűen érni a vesztelem? Akik embereknek hittek, guruknak, vallásoknak, vallási vezetőknek, politikai vezetőknek, celebeknek, színészeknek. Tehát egy szóval embereknek hittek. Emberi értelemben és emberi erőben hittek. Őket meglepetésszerűen fogja érni. Mert ők azzal voltak elhitetve, hogy minden oké, minden rendben van. Béke és biztonság. A békéért harcolunk Brüsszelben, Budapesten is mindenhol a békét harcolunk. És minél jobban harcolunk a békért, annál nyilvánvalóbb, hogy annál több a háború, annál inkább eszkalálódik a háború, mert az ember nem tud békét teremteni, és minél inkább akar az ember békét teremteni, annál inkább eszkalálódik a háború. Isten nem azt mondta, hogy mi teremtsünk békét, hanem azt mondta, hogy térjünk meg az ostobaságból, a sötétségből, a bűneinkből, a hazugságból, az önállításból, a misztikából, a hazug emberi tanokból, doktrinákból, térjünk meg minden bűnből. Tisztuljunk meg, és a békéről ő gondoskodik, azt mondja, hogy békességet adok én nektek, én adom azt nektek. De ha a békét ti akarjátok megszervezni, miből tudom azt, hogy a katasztrófa küszöbén van a magyar nemzet? Hát abból, hogy az emberek akarnak békét teremteni. Abból. És tudom, hogy az ember nem tud békét teremteni. Tudom biztosra. Ezért beszélek olyan határozottan, és üvöltök néha. Torkom szakadtából. Lehetetlen. Ügyeljetek! Aki azt mondja, hogy békességet ad nektek, az maga a sátán. Akárki ajkai által szólhatja ezt, mondhatja ezt. Egy miniszterelnök vagy, miniszter vagy, akárki ajkai által mondja, hogy mostantól akkor békesség és biztonság, és akkor mostan beszéltünk a békéről, akkor tudd, hogy nagyon közel van a veszedelem, mert az emberek a kezükbe vették a békét, nem az atyához fordultak békéért, konzervatív keresztény nemzet létükre, hanem úgy döntöttek, hogy ők majd aztán megbeszéli Franciaországgal, egyik homoszexuálissal, a másik perverzel, a harmadik szodomitával megbeszélik a békességet. És minél inkább tárgyalják a békét, annál közelebb van a nemzeti katasztrófa, a nemzeti holokauszt, a magyarok holokausztja, emberek. Ez nem csak a zsidók holokausztja lesz, ami mostan történik, hanem a magyarok holokausztja is, a székelyek, a gyergyóiak holokausztja is lesz ez. Hogyha nem mondaná senki, hogy békesség és biztonság. Ha csak azt tudnánk, hogy egyből, amikor valaki hallja azt, hogy béke, hát akkor egyből a fejében asszociálja Jézus szavával, hogy igen, igen, persze. Az Úr Jézus azt mondta, hogy békességet ad nekünk, hogyha az ő szavát bevesszük a szívünkbe, és megcselekesszük. Tehát, hogyha a békesség fogalommal mindenki az Úr Jézus nevét és szavát asszociálná, akkor igen, lehetne békesség. Élhetnék én is itt a Földön még, most amennyi vagyok, földi értelemben 40 valamennyi, még egy ennyit élhetnék, tehát lennék 90 valahány éves koromban, legyen 100 nagy, szép kerekszám, 100, 1-es, ugye? 1-es, 2-0 van a végén, az 1-es, ugye? 1-es egyességben az élő Istennel, a jóságos Istennel. Hát élnék én is még 100 évet, és úgy köszönnék mindenkinek az úton, hogy békesség Istentől, békesség Krisztustól, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus neve mindörökké. Így köszönnék, és akkor így köszöngetnék még 50 éven keresztül, utána aztán szépen mosolyogva behunnám a szemeimet, és akkor a temetésemen mindenki ünnepelne, hogy ez a srác 100 évesen ugyan, de mennybe ment. Így igen, tehát így el tudnám hinni, hogy igen, Magyarország előtt még van egy hosszú-hosszú békés időszak. El tudnám hinni. De most, hogy a szajhák, a latrok, a gazemberek, a pénzfüggő emberek, a hataloméhes emberek, a hatalom mániától megbódult emberek, megrészegedett emberek, földhöz ragadt emberek, a szodomiták beszélnek a békéről, hát az igazság az, hogy én akkor meg kell kondítsam a vészhangot, hogy emberek, ügyeljetek, mert nagyon közel van, a küszöbön van, és hirtelen fog jönni az Úrnak nagy és félelmetes napja. Hirtelen fog jönni, hirtelen fog történni, mint ez a villanyáram elvétel itt Gyergyószent Miklóson. Olyan hirtelen fog történni. És igen, ezt kell hirdessem. Most nem Mózesről beszélek, hanem ami aktuális, azt kell hirdessem, hogy emberek, nagyon hirtelen fog jönni. Nagy hirtelenséggel fog támadni a veszedelem, és a legtöbben semmiképp meg nem menekülhetnek. Miért? Azért, mert elfordították a füleiket a józan tanítástól, a józan figyelmeztetéstől, és a mesékhez odafordultak a saját kívánságaik szerint, gyűjtögettek maguknak tanítókat, meg is vásárolták őket.
buddhista, hinduista, ezotéria, szimbólumok, reiki, jóga, prána, minden feltétel nélküli hazugság, szeretet és minden. Tehát a saját testi kívánságaik szerint gyűjtögettek maguknak tanítókat, a józanságtól elfordultak, de a mesékhez odafordították a fülöket, mert viszketett a fülök. És ezért fogja őket hirtelen érni a veszedelem. Mert az agyukban mi van? Feltétel nélküli szeretet, jaj, szeretünk mindenkit, a jóisten velünk, ki ellenünk, össze-vissza beszél mindenki, teljesen alaptalanul, miközben súlyos bűnöket rejteget a szívében, megöregedett régi, több évtizedes bűnöket rejteget a szívében, és közben beszél a jóistenről, hogy a jóisten így megáldotta őt, és akkor Isten velünk, ki ellenünk, nem, mert ez hipnózis, ez agykontroll, ez amikor saját magamat pofozom, odállok a tükrel, és akkor suppantom magamat balról is, és jobbról is. Ez egy hipnózis, önhipnózis, agykontroll. Aki behozta az agykontrollt talán Brazíliából Magyarországra, annak valami agysorvadása van, vagy valami ez hasonló. Hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy milyen fertelmességet csinált, hogy mekkora hazugságot hozott a magyar nemzetre, amit eladott pénzért ráadásul, és a magyarok megvásárolták pénzen a hazugságot, a hipnózist, mert nem kellett az Úr Jézus beszéde ingyen, amiben erő van, szabadulás, feltámadás és örök élet, emberek. Ezért fog hirtelen jönni a vesztelem sokak számára. És akkor megmutatnék valamit, vagyis témát váltanék. Azt a címet adnám a következő témának, hogy ne háríts a Bibliára, ne háríts a Bibliára, ne háríts a prófétákra, ne háríts az apostolokra, ne háríts Jézusra, ne háríts senkire. A Biblia nem azért van, hogy hárítsunk a Bibliára, hanem azért, hogy segítsen nekünk eligazodni, segítsen ráhangolódni az Atyaisten lelkére. Azért van a Biblia, és nem azért, hogy hárítsunk arra. És figyeljenek, hogy most milyen kemény téma következik. Ezékiel próféta 33. fejezet. 33. fejezet szól erről. Fel fogom olvasni egy részét. Sőt, még az a cím is jött, hogy Ezékiel próféta reinkarnációja. Ilyen csali cím, ugye ez? Lehet, hogy így fogom kírni majd a Facebookon, hogy hát, majd egy-két ilyen ezoterikus ember rákattint, hogy ki lehet Ezékiel próféta reinkarnációja. És fel fogom olvasni, hogy mit mond Ezékiel próféta. Ezékiel prófétának mit mondott az Úr? És lőn az Úr beszéde hozzá, mondván: embernek fia, szólj népet fiaihoz, és mondjad nékik, mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő maguk közül, és őt őrállójokká teszik, és ő látja jönni a fegyvert a földre, látja jönni a veszélyt a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet. Ha valaki hallandja a trombita szót, de nem hajt az intésre, és azután a fegyver eljő, és őt utoléri, az ő vére az ő fején lesz. Az ő vére az ő fején lesz. Mert hallotta a trombita szót, de nem hajtott az intésre, és nem hajlott az intésre. Tehát az ő vére, ő rajta lesz, és a hajtott az intésre megmentette lelkét. Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jönni, a veszélyt jönni, és nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljö a fegyver, eljö a veszély, és utolér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretet utol, de vérét az őrálló kezéből kérem elő. Az őrállót fogom számon kérni, hogy ő meghalt. Ő az ő vétke miatt halt meg, veszett el, de mégis a mindenható az őrálló kezéből kéri számon az ő vérét. Miért? Mert az őrálló látta a fegyvert jönni. Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Veszprémben és mindenhol vannak őrállók, akik látják a veszélyt, a fegyvert jönni Magyarországra, és ott van a trombita a kezükben, de nem fújják meg. És azt mondja az Úr Isten, az ég és a föld teremtője, hogy az ilyen őrállók számon lesznek kérve
azok, akik meghalnak és el fognak veszni, mert ő nem fújta meg a trombitát, az ilyen őrállók számon lesznek kérve. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Magyarországon, a Kárpát-medencében, hogyha szót hallasz a számból, megincsed őket az én nevemben, nyugodtan használd a nevemet, arra a szóra, amit tőlem kapsz, használd az én nevemet, amikor én adok neked jelt, és álmot, és figyelmeztetést, akkor mondd azt, hogy ezt mondja az Úr, nem én találtam ki, az Úr mondja, a te teremtőd, az ég és a föld teremtője, ő mondja ezt, hogy veszély közeledik Magyarországra, Székelyföldre és Kárpát-medencére. Incsd meg őket az én nevemben. Szólj nekik. Ne mondd azt, hogy szerintem. Mert hogyha én azt mondanám, hogy szerintem a kiáltó szón, akkor én hazudnék, szembeköpném az élő Istent, aki engemet megintett és engemet figyelmeztetett. Ez már nem szerintem. Mert én az álmot nem kértem, a tanítást nem kértem, a megértést nem kértem, a látást nem kértem. Az élő Isten adta az ő bölcsessége szerint, az ő féltő szeretetéből, hogy intsen meg Székelyföldet, Gyergyószent Miklóst, Kárpát-medencét, a magyar ajkú és magyar értelmű embereket intsen meg, hogy jön a fegyver és jön a veszély, és aki nincs újjászületve, nem fogja hallani az élő Isten szavát. Semmilyen módon, sem a lelkismeretében, semmilyen módon nem fogja hallani a teremtője szavát. Ezért kénytelen lesz embereket követni, emberekre figyelni, vezetőkre figyelni, és el fog veszni, mert a vak vezeti a világtalant, és a szakadékba fognak esni, mert átkozott minden ember, aki embereket követ. Ezt mondja az Úr, és ezt jelenti az, hogy nevet az Úr nevét hiába, Istened nevét nevet hiába. De hogyha azt mondod, amit mond az élő Isten, akkor mondd azt, hogy ezt mondja az Úr, a teremtőt, a mi teremtőnk, az én teremtőm, a mi atyánk, ezt mondja, és úgy beszélj, ne úgy, hogy szerintem, vagy úgy gondolom, vagy úgy érzem. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Magyarországon, Kárpát-medencében, a magyarok számára, hogyha szót hallasz a számból, figyelmeztetést, megincsed őket az én nevemben, ha ezt mondom a hitetlennek, hitetlen, halálnak halálával halsz meg a hitetlenséget miatt, és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról, az emberkövetés útjáról, az önigazultság útjáról, az ezotéria útjáról, a hazug vallások útjáról, ha te nem szólsz neki, hogy visszatérítsd a halál útjáról, az a hitetlen vétke miatt hal meg, az az ember a saját vétke miatt hal meg, az ő hitetlensége miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg, ezt mondja az Úr. Kinek mondta ezt? Ezékielnek? Igen, Ezékielnek. Vajon? Valóban neki mondta? Nem. Ezékiel a dolgát elvégezte, emberek. Ezékiel megboldogult, feltetőleg a mennyben van az atyával, Mózes szintén. Még meddig hárítasz? Még meddig hárítok? Még meddig hárítunk? Te vagy Ezékiel, te vagy a két proféta, és ezt kell felfogjuk. Az egyház, a valódi egyház, a Krisztus teste, ezt kéne felfogja, hogy ő Ezékiel, ő a Jónás, ő a Mózes, ő az Illés, ő a János, ő a kiáltó szó, de ő a Krisztusnak a teste is. Még meddig hárítasz a Bibliára, Ezékielre, Ézsajásra, vagy valamelyik apostolra, Pálra, Péterre, még meddig hárítunk, amikor te személyesen hallasz szót Istentől, az ő szájából, akkor már nincs szükség arra, hogy te hárítsál valaki másra, hanem mondd azt a szót az Úr nevében, és intsd meg őket, hogy a hazugság, a halál és a kárhozat útjáról térjenek meg az élet útjára, amit Jézus megmutatott egyértelműen, hogy meneküljenek meg, mert különben meg fognak halni, el fognak veszni, fölöslegesen, fiatalon fognak meghalni. Ha ezt mondom a hitetlennek, mondja az Úr, a mindenható Isten, hogyha én ezt üzenem a hitetlennek, hogy halálnak halálával halsz meg, és te nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő
hazug útjáról, az a hitetlen, az ő vétke miatt fog meghalni, de vérét a te kezedből kívánom meg, te ha te megintetted a hitetlent, az ő útja felől figyelmeztetted őt, hogy ügyelj, mert bűnben vagy, sötétségben van az elméd, a szíved, hatalmas terhek vannak rajtad, amelyek elvakítanak téged, és ezért nem hallod Istent, ezért fontos volna hozzáfordulj, kérj látást a szemeidre, gyógyít a szemeidre, hogy láss, hogy megláss, mi van a szívedben, mitől kéne megszabadulj. Szóltál neki, hogy mindenki, aki a saját értelmében bízik, embereket követ, mindenki átok alatt van, és nem hallja az élő Isten szavát. És aki nem hallja az élő Isten szavát, mert nincs újjászületve, veszélyben van az ő élete, az ő lelke. Ha te megintetted őt, szóltál neki az ő útja felől, hogy térjen meg a halál útjáról, a széles útjáról, de nem tért meg az ő útjáról. Ő a vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. Ha te szóltál úgy, ahogy Isten mutatta, és ahogy ő mondta, az ő nevében, és megintetted őket, és nem figyeltek rád, vagy kinevettek, vagy leszektásoztak, vagy kigunyoltak, vagy bármit csináltak, nem figyeltek rád, akkor az ő vesztük nem a te lelkeden lesz számon kérve, nem rajtad lesz számon kérve, mert te megtetted azt, amivel megbizattál. Érthető, hogy miért mondom azt, hogy még meddig hárítasz, te keresztény, mert van, aki ugye keresztény, és megvan benne jó szándék, de hatalmas gyávasággal ötvözve, leplezett, eltakart gyávasággal. Nem az a baj, hogy gyáva vagyok, vagy hogy gyáva vagy, hanem az, hogy nem akarsz szembesülni, és nem vallod meg, hogy gyáva vagy, és nem kérsz bátorságot. Ez a baj. A mi dolgunk az, hogy szóljunk, figyelmeztessük. Most képzeld el, hogyha hirtelen egy olyan veszély támadna, ami megöli embertársaidat, és te nem halsz meg, hanem túl fogod élni. Még rosszabb lesz neked, mert avval a gondolattal kell élj, hogy rengeteg időt tékozoltál, rengeteg hívást, figyelmeztetést kaptál Istentől, és szólhattál volna, és halogattad, és halogattad, és halogattad, és egyszerre lekapcsolják a villanyt, mint Gyergyóban, és egyszerre sokan fognak elveszni, a szereteid közül is, akik hallhatták volna a figyelmeztetést általad, de nem hallották, mert gyáva voltál. Nem a gyávaság a legfőbb bűn, a legnagyobb bűn, hanem a gyávaság tagadása, be nem látása, meg nem vallása. Az, hogy nem kérek bátorságot, noha érzem, hogy gyáva vagyok, inkább megmagyarázom, inkább hárítok. Hát én beszélnék, mert én ügyes vagyok amúgy, teljesen bátor vagyok is, telve vagyok az igazság ismeretével, én beszélnék, de nincs értelme, mert ők már túl hülyék, hogy felfogják ezt. Alatomos, sumák módon még hárítasz is. Hárítasz a nyomorultakra, a meg nem menekültekre hárítasz. Azt mondod, hogy te miattuk nem beszélsz, mert ők nem érthetnék meg. Közben azért nem beszélsz, mert gyáva vagy. És nem látod be a teremtőd előtt, az emberek előtt, hogy gyáva vagy. Hogy igen, van gyávaság benned. Hogy vajon mit fognak szólni. És inkább megmagyarázod, hogy te miért nem kell beszélj. Jaj, én nem vagyok az a fajta, mint ez a kiáltó szó. Nem tudok úgy beszélni. Látjátok, hogy én sem tudok egyfolytában jól beszélni. Valamikor dadogok, valamikor már nem megy a beszélgetés, nekem sem. Ha jól beszélek, akkor nem azért beszélek jól, mert jól beszélek, hanem azért Isten megadja a kegyelmet. De ugye milyen jó hárítani a kiáltószóra, akár Attilára, akár Jóskára, akár a harmadikra, ötödikre, vagy az emberekre hárítani, hogy jaj, hát olyan süketek az emberek, nem értik meg. Én mondanám, de nem értik meg. És így saját magadat kevered hazugságba, a saját értelmedet sötétíted be ezzel a hárítással. Igen, mondhatjuk azt, hivatkozhatunk Jeremiás prófétára, amikor azért, hogy elhiggyék nekünk, hogy ezt nem mi mondjuk, nem én mondom azt, hogy átkozott minden ember, aki embereket követ, emberi értelemben és emberi erőben bízik. Hivatkozok Jeremiásra. Isten már előttem ezt mondta, Jézus előtt már azt mondta, hogy az emberek azért vannak átok alatt, mert embereket követnek, és az ő lelkük nem tiszta, és nem hallják a lelkismeretünkön keresztül a mindenható Istent. Hivatkozhatok rá, vagy hivatkozhatok ezért ki erre,
hogy ugyanaz van, mint Ezékiel idejében, hogy ő is kell figyelmeztesse az embereket, hogy jön a fegyver, és meg fogtok halni. Hivatkozhatok Jónásra, hogy ugyanaz történik, ami Jónás idejében történt, hogy sokan el fognak halni a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog a világra. Mint hogy a Covid-ban elhaltak, már volt precedens, még meddig hallgatunk, még meddig sunyizunk, még meddig gyávalkodunk, mikor mondjuk azt, amit nekünk mond Isten. Tehát megengedi azt is, hogy hivatkozzunk a profétákra, az apostolokra, sőt, hivatkozzunk Jézusra. De amikor Isten egyértelműen adja az üzenetet számodra, specifikusan arra a népre, vagy arra a személyre, vagy arra a közösségre, akkor még meddig hárítasz? Akkor neked már nem kell Jeremiás, vagy Ézsajás, vagy akárki, sőt, Jézus maga is azt mondja, hogy akkor majd, amikor megkapjátok a Szent Lelket, akkor nem engemet fogtok kérni, hogy én kérjem az Atyát, hanem ti magatok fogjátok az Atyát kérni, és ő adni fogja nektek azt, ami szükséges ahhoz, hogy elvégezzétek, amit el kell végezni, de jobb hárítani. Ő nekünk a Biblia, hát ma is bibliáztam egy órán keresztül, az Úristen biztos belájkolt engemet a mennybe. Ügyeljetek, emberek, nagyon veszélyes önállítás. Az agyban a sátán, a Golgotában a sátán, a koponyák helyén, a szürkállományban, ott a sátán. Azt próbál téged meggyőzni, hogy nincs értelme, az emberek már olyan sötétek, nincs értelme már bizonságot tenni. Inkább szépen visszajön meg, sőt, én is görgetek a Facebookon, megsimítom jól lefelé, menjen lefelé, hát ha elérnék fel a pokol kapujáig. Képzeld el, hogyha Ezékiel, vagy Jézus, vagy az összes gyermeke Istennek így gondolkodott volna, hogy hát atyám, szerinte nincs értelme beszélni. Ezek úgy sem értik meg, sötétek hozzá. Hát, ha így beszéltek volna, az igazság az, hogy tudjátok jól, hogy én is meg vagyok kísértve a gondolattal, hogy nincs értelme beszélni. És amikor már szinte meggyőztem volna magamat arról, hogy nincs értelme beszélni, akkor Isten megmutatja, hogy mégis volt értelme, és van értelme beszélni, bizonságot tenni. De hogyha senki nem hallgatná meg, akkor a saját lelkedért, Ezékiel, és Jónás, és mindenki, akkor a saját lelkedért tegyél bizonságot. Mert ha nem teszel bizonságot a saját lelkedért, az Isten lelkéből, a Krisztus lelke által, akkor bizonságot fogsz tenni a külső sötétségből, a földi dolgokról, a rothadó dolgokról fogsz bizonságot tenni. És újból egyé válsz a rothadással. Kezdesz szépen összeforni és összesimulni a rothadással. Miért? Azért, mert az örökkévalóról, ami nem rothat, nem tettél bizonságot. A másért nem, hát akkor a saját lelkedért. A saját lelkedért. És igen, láthatjátok ti is, hogy Isten milyen kegyelmes. A Covid-ban borzalmas dolgok történtek, de majdhogy nem azt mondhatjuk, hogy Isten megszegte a saját szavát, szinte a saját szavát szegte meg, hogy nem engedte meg, hogy olyan hirtelenséggel történjen a veszedelem, mint hogy azt megmondta. Noha sokak számára így is hirtelenséggel történt. Hatalmas hirtelenséggel jött az utolsó óra, és elvesztek. Sok test és sok lélek kárba veszett. De hogyha visszagondolok, hogy a Covid időszak alatt, ugye, ami történt, tehát a legkegyesebb dolog, ami történhetett, ez a járvány volt. Mert hogyha egy hatalmas földrengés van, ami történt Törökországban, vagy Marokkóban, akkor egyszerre sokan halnak meg, egyszerre sokan elvesznek. De mivel, hogy így jött fokozatosan, ilyen különböző hírekkel, Amerikából, meg mindenhonnét, hazug hírekkel, ezért az emberek felkészülhettek. Volt idő gondolkodni, volt idő fohászkodni, volt idő keresgélni a YouTube-on, az interneten, volt idő megtalálni a kiáltó szókat, a kiáltó szavakat. Ilyen kegyelmes volt a mindenható Isten. De azt mondja ő, hogy mostantól ez nem így lesz, ahogy volt a Covid-ban, hogy rengeteg esélyt kapott az ember, hogy tájékozódjon valamiféleképpen. De az eséllyel nem éltek az emberek, a magyarok, hanem visszaéltek. Mert kaptak ők esélyt, hogy tájékozódjanak Istentől, de ők továbbra is emberektől akartak tájékozódni. Orvosok a tisztánlátástól, ettől a mozgalomtól, akik ugyanazt magyarázták, csak másképp, más megközelítésből. Ugyanúgy hittek a vírusban, és ugyanúgy elhitték azt, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, mint a fő áramú tudósok. Tehát az emberek, hogyha mi éltünk volna Isten kegyelmével, akkor tájékozottunk volna, de tőle kértünk volna tájékozódást, hogy segítse nekünk tájékozódni.
tülekértük volna. De az időt, amit kaptunk, a kegyelmi időt a Covid-ban, még azt is arra használtuk, hogy az emberi okosságunkban, az emberi agyalásunkban, agymenésünkben erősödjünk meg, és nem az élő Isten szavába. Na, így tájékozottunk az elmúlt években. Ezért fog történni az, hogy nem lesz több kegyelem, több idő, hogy akkor Attila, meg Pistike, meg Jóska, menjetek ottan, tájékozottjatok ottan az YouTube-on, googlezzetek még egy kicsit, hátha teljesen megzakantok. Nem lesz idő, mert az emberek az időt, hogyha kaptak is, meg kaptunk időt a Covid-ban is, nem arra használtuk, hogy az igazságot ismerjük meg tőle, Istentől, hanem arra használtuk, hogy még jobban betöltekezzünk a hazugsággal, az emberi agymenésekkel, a professzorok és a brit tudósok és az alternatív professzorok és a tisztánlátó professzoroknak a szavaival, ahelyett, hogy megteltünk volna az élet szavával. Ezért nincs több idő, magyarok, kész, vége, ennyi volt, lejárt az idő. És igen, sokak számára már annyira lejárt, hogy kész, be is fellegzett. Nem mindenki fogja megérni ezt a nemzeti szintű apokalipszist, Armagedont. Valaki már el van temetve, mert kapott időt, kapott kegyelmi időt, hogy megismerje Isten kegyelmét. De a kegyelmi időt, amit Istentől kapott, nem arra használta, hogy az ő kegyelmét ismerje meg, hanem arra, hogy megismerje az ember kegyetlenségét, az emberi szavak, az emberi tudományok kegyetlenségét. Mert az emberi tudomány, az emberi szó kegyetlen, halált okoz, fájdalmat és betegséget okoz. Hát akkor miért adjon nekünk Isten kegyelmi időt, amikor a kegyelmi időt a kegyetlenségnek a halmozására akarjuk használni? Miért? Miért adna? Nincs semmi értelme, hogy adjon még több kegyelmi időt. Adna, mert kegyelmes Isten. De hogyha látja, hogy a kegyelmi időt mi a testiségben, az a fölösleges agymenésekben való megerősödésre akarjuk használni, akkor azt mondja, hogy te, Attila, ennyi volt. Adtam én neked bőségesen időt, kegyelmet, erőt, jókedvet, de te azt arra használod, hogy belevidd a testbe, a hiába valóságba, és nem arra, hogy mennyei kincseket gyűjtöges. Ezért vétetett el az idő a magyaroktól. Nincs idő, emberek. Nincs idő. Valahányszor azt mondjuk, hogy kevés az idő, az nyelvbotlás. Mert amit kaptunk kijelentést, az volt, hogy nincs, kész, ennyi volt. Ennyi volt. Nem azt mondta, nem úgy értettük, hogy hát lehet, hogy mostantól már kevesebb van hátra, mint előre. Hanem úgy, hogy lejárt, az idő elvétetett, véget ért az idő. És igen, bármelyik percen, bármelyik momentumban történhet bármelyik testtel, és bármelyik lélekkel, és bármelyik népcsoporttal, vagy nemzettel, bármelyik percen történhet a végítélet. És ezért mondtam azt, hogy nem szabad már hárítani sem Ezékielre, sem Mózesre, senkire, mert az őrállók, az Isten gyermekei személyesen kapják a kijelentést, személyre szabottan. És ezért láthatjátok azt, hogy azt is adja a mindenható Isten, hogy személyesen megkeressek egyes személyeket. Személyesen. Ezt adta. Nem mindig. Valamikor ezt kapom, máskor pedig beszélek a YouTube-on, vagy élőben valakivel. És azért is szomorú erről beszélni, mert akik ezt hallják, és már tettek bizonyságot, elmondták azt, hogy mi történt velük, megosztották. Valahányszor megtették azt, hogy elmondták, amit velük történt, amit velük tett a mindenható Isten. Mindig örömük volt, és boldogságuk, és békességük, és ennek ellenére is elhallgattak. Ilyen bolond a test, az ego, a testi gondolkodás. Pedig a testnek is jó volt. Valahányszor azt cselekszem, ami helyes, ami Istentől van. A testemnek is jó, a testem is egészségesebb. Érzem, hogy felpesdül bennem a vérkeringés, ha valahányszor azt cselekszem, amit Isten mond. És ennek ellenére is a test megmagyarázza, hogy jaj, már nincs értelme, már úgy sem hallják meg. Milyen őrült, milyen bolond, milyen hülye a test, az agy, a szürke állomány, az a hatalmas szürkeség a fejünkben. Milyen őrült, hogy még annak ellenére is, hogy mindig örömünk volt és békességünk, valahányszor bizonságot tettünk az élőisten jóságáról, az ő figyelmeztetéséről, az ő intéséről, az ő hívó szaváról, és arról, hogy velünk mit tett, a bűnök bocsánatáról és mindenről. Mindig békességünk volt, és mégis hallgatunk. Megmagyarázzál magunknak azt, hogy hát nincs értelme beszélni.
Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Mert a Golgota az még mindig működik. A Golgota, a koponyák helye még mindig működik. És ott van megfeszítve minden nap a Krisztus, a gyermek, az élő Isten lelke, mi bennünk. Ügyeljünk a Golgotával, hogy miért mondom azt, vagy miért mondjuk azt, hogy hirtelen jön a vesztelem. Hát azért, mert ezt mutatja atyánk képekben, álomképekben, és ez teljesen nyilvánvaló számunkra. Én is kaptam például egy olyant, hogy az elektromos áram ellátásra vonatkozóan, hogy a hűtőszekrényünket odaadtuk ajándékba, vigyék olyan helyre, ahol van villanyáram, ahol tudják használni. Nem volt villanyáram. Ezt mutatta mindenható Isten. És persze ez egy érdekes álomkép, mert nem tudom pontosan, hogy hogy lesz, mint lesz. És egy csupán egy érdekes álomkép mindaddig, amíg nem jut eszembe, és nem gondolok arra, hogy eddig is az élő Istennek a lelke hány teljesen pontos figyelmeztetést adott nekem, amikor valakit meg kellett keressek, amikor valamilyen profétikus dolgot adott, akkor pontosan megmondta, hogy ki az a személy. Nevén nevezte azt a személyt, akit én nem is ismertem. Tehát teljesen pontos utasításokat adott a mindenható Isten. Nem egyszer, és nem kétszer. Legutóbb, amikor személyesen találkoztam valakivel, egy barátomnak az édesapját kellett megszólítsam, akivel soha nem beszéltem korábban. Vagyis bocsánat, annyi volt, hogy köszöntünk egymásnak egy alkalommal korábban, ennyi volt tudtommal. És kaptam Istentől az intést, hogy menjek és szólítsam meg, és mondjam azt, hogy jöjjön be a vízbe, fürödjön meg abba a vízbe, ahol van a fia, és én is, tiszta víz. Jó meginni, és jó benne lubickolni. Nagyon kellemes, jó a bőrnek, nagyon egészséges. És nagyon finom az íze is, tehát inni is lehet ezt a vizet. És azt láttam, hogy benne vagyunk egy ebben a medencében, ami ott van az ő házukban, ez a fürdőmedence, és ömlik be a tiszta víz abba a házba, kintről jön be, és kérdeztem a barátomat, te ez a víz honnét jön hozzátok, és mondta, hát fenn a hegyről, ugye, a hegyen épített városból jön a víz. És emlékszem, hogy egy alkalommal voltam egy barátomnál, akinek a területén egy olyan kút van, ásványvíz, tehát ilyen borvíz kút, hogy életemben olyan finom vizet soha nem ittam, soha. Annyira finom víz volt, hogy nem tudtam abba hagyni az ivást. Hát ugye régebb sörrel jártam így leginkább, de még sörrel sem. Mert a sörből is úgy általában azért csak tudtam, hogy mi az elég, tehát megálltam egy adott ponton, tehát úgy teljesen nem rúgtam be soha talán. Isten kegyelme által persze, mert ez nem az én érdemem, ez sem. Hogy én annyira ügyes vagyok, hogy én nem rúgtam be annyira, hogy kelljen mászkáljak a földön. De ebből a vízből emlékszem, hogy nem tudtam, hogy mi az elég. Egyfolytában kellett kortyolgassam, és telve voltam, telve volt már a gyomrom, telve volt a húgyhólyagom, mindenem tele volt. De egyszerűen nem tudtam abba hagyni azt a víznek, annak a víznek az ivását. Ez persze így visszagondolva, ez is egy ilyen profétikus kép volt, egy profétikus, mondjam azt, élmény volt számomra, hogy így kell én fogyasszam az élő vizet, amit kapok a mindenható Istentől, hogy az én lelkem biztonságban legyen. És ugyanezt az élményt éltem meg ebben az álomban, hogy ott voltunk abban a medencében, és ömlött be ez a finom, finom, finom víz abban a medencébe. A hegyről, azt mondta barátom, hogy hegyről jön az a víz. És hát úsztunk benne, és itt, ott, ahol folyt be a víz, ott meg ittuk. Hogy frissen, hogy ömlött be, úgy ittuk ott a csapnál, a cső mellett. És egyszer megérkezett a barátomnak az édesapja álmos szemekkel, és szólt neki, hogy gyere be te is, te olyan jó ez a víz, hogy hihetetlen. Egyszerűen felfogadatlan ez a víz, mennyire egészséges, és mennyire jó, és mennyire felfrissít. És valósággal gyógyhatása van a víznek. Tehát úgy láttam, hogy így jött velem szembe, így enyhén így jobb irányból, jobb felőről az ő apukája. És így beszéltem vele. És akkor oda mentem hozzuk másnap, leültem a fotelra, és amikor ő jött ki a szobából, úgy láttam pontosan, mint álomban. Én nem tudtam, pont abból a szögből érkezett, ahogy álomban nekem a mindenható Isten megmutatta. Még az is pontosan talált, hogy abból a szögből érkezett. Tehát nem szembe velem, hanem így enyhén úgy, mondjam azt, egy olyan 20-30 fokos szögben jobbra, jobbról jött, álmos szemekkel.
pontosan, ahogy láttam álomban. Na most akkor mit mondjak én nektek? Vagy mit mondjak akárkinek, akivel beszélek? Hogy hát szerintem lehet, hogy nem lesz majd villanyáram. Mondjam ezt, amikor Isten nekem ilyen pontos jelzéseket, a jóságos teremtő Isten, a féltően szerető Isten ilyen pontos jelzéseket adott, meg ilyen pontos személy leírásokat, olyan személyekről, akiket nem is ismerek, akikkel beszéltem, vagy akiket meg kellett keressek. Nem is ismertem őket. És kaptam az teljesen pontos személy leírást, instrukciót. Akkor most mondjam azt, hogy hát lehet, hogy egyszerűen majd aztán elveszik a villanyáramot. Ne. Az fog történni, hogy hamarosan katasztrófa lesz, és a városi élet, az infrastruktúra, amiben mi bíztunk, és amiben mi reménykedtünk mostanig, össze fog omlani, és katasztrófa, és apokalipszis fogja ezt kísérni, mert az embereknek az élete is ugye teljes mértékben rá van építve az elektromos áramra, a villany áramra. A villany áram az olyan számunkra, mint a Szent Lélek. Egészen pontosan azzal helyettesítjük a Szent Lelket, amiről beszél Jézus, villany árammal. Az öröm forrásunk is a drótokon jön be a házba, a villanyárom által. Még az optikai kábelekhez is villanyáramra van szükség, mert a fényjelt át kell konvertálni elektromos jellé. Tehát magyarul meg fog szűnni az embernek az öröm forrása, nem beszélve arról, hogy a hűtőnek a tartalma rá fog rothadni az emberekre. Mindenkinek van hűtőládája. Kicsi hűtővel most már senki nem éri be. Mindenki tárol. Hiába tanította azt a mindenható Isten, hogy ne tároljunk semmit, hogy annyit vegyünk magunkhoz, vegyenek magukhoz a mannából, ami aznapra szükséges, mert ő gondoskodik a holnapról is. Mi ne a holnappal foglalkozunk. Ő megadja ajándékba minden napra a mannát. És aki tárolni akart, arra a manna rárodhat. Megfertőzze ugye azt, aki ugye, vagyis ehetetlenné vált. De mi mit csináltunk? Mindenkinek hűtőládája van, nekünk is. Nekünk is most már ilyen modernebb hűtőnk van, az a kicsike, amelyik ugye, amiben a mindennapi elede úgy elfért, és az bőségesen elég volt, az nem kellett, mert megláttuk mi is, hogy nyugaton ez másképp történik, másképp működik. Nyugaton komoly hűtőládák vannak, és abban lehet tárolni sok mindent. És az a lélek, aki ilyen pontos álmokat és személyleírás adott nekem több alkalommal, és pontos jelzéseket, nem csak nekem, hanem a kedves barátaimnak is, akik szintén bizonságot tesznek az ő csodáiról, az ő csodatételeiről. Na ez az Isten adta ezt az álmot, hogy a hűtőt ki kell pakolni. Nem lesz semmi értelme, foglalni fogja helyet, fölöslegesen a házba. Akkor egyértelműen azt kell mondjam, hogy emberek, ebből már nincsen sok, hirtelen fog jönni a villany lekapcsolása. És az örömforrás el lesz véve az emberektől. Nem kell sem puskapor, sem permet a repülőgépekből, jóformán semmire nincsen szükség, semmilyen méreganyagra, mert az emberekben lévő méreg, a bűn meg fogja őket ölni, mert nem lesz amivel leplezni és eltakarni a bűnt. Nem lesz mű öröm, nem lesz elektromos öröm, főképp a városiaknak. A vidéken még talán megoldják valahogy petróleumlámpával, meg valahogy. Ugye be vannak ők rendezkedve, azért mégiscsak közelebb vannak a teremtéshez. Ők is el vannak bukva, nálunk a falusiak is városiak. Mert igazi paraszt, tisztességes paraszt, aki ismeri az ő teremtőjét, és féli az ő teremtőjét, és van békessége, olyan már nincs. Eladták az állatokat, el a földeket is nagyon sokan. Tehát igazi paraszt, ugye, akik jól tudnának úgymond egyezni az érősten lelkével, olyan már nem igazán majd nálunk felé. De azért mégis ugye az igazság az, hogy a városiakat fogja a legerőteljesebben sújtani a veszedelem, a városiakat. Amikor a hűtőszekrénynek a tartalma, a hűtőláda tartalma meg fog rothadni, rá fog rothadni, nem beszélve arról, hogy nem fog bejönni az ingyen szórakozás az elektromos kábeleken. És lelki békesség meg nem lesz, mert annak az útját, annak a módját nem ismerte meg. Nem is hallott róla, vagy ha hallott is róla, nem vette komolyan. Azt hitte, hogy ez a srác megbolondult. Nincsen más dolga, mint erről beszélni, itt folytalában istenezni, ugye? Tehát nem tudja, hogy hol van a békesség, a lelki békesség. És mivel nem lesz lelki békesség, ugye hozzá van szokva a karnális örömökhöz, ezért ugye mit fog csinálni az ember? Pontosan, amit az amerikai filmekben megmutattak. Zombi apokalipszis. Isten könyörüljön rajtunk, hogy a szemeink ne kelljen meglássák, hogy egyáltalán megtörténhet az ugye, mert simán megtörténhet a kannibalizmus is például. Ami le van írva a Bibliában is.
hogy a kannibalizmus megtörtént, megtörténhet. Mert a karnál is a testbe zuhant ember, akinek nincsen lelki öröme, annak hús kell, és a hüttő leolvad, az el fog menni, és húst fog keresni, és meg fogja találni a módját, nagyon kreatív lesz, hogy hogyan szerezzen ő húst. Először kutyahúst, kóborkutyahúst, vagy utána aztán meg az embertársnak a húsát. De szerintem ezt tovább nem akarom én ezt tovább festeni, ez csak, hogy érintőlegesen mondtam el, hogy miért érdemes megismerni a belső világosságot, amit Isten belül ad nekünk. Mert a külső sötétségben ez fog történni, és igen, az emberek, ahogy Jézus mondta, el fognak halni a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog erre a világra. Ugye így érthetőbb, hogy miért lenne fontos beszélni, folyamatosan beszélni, és figyelmeztetni, féltőn figyelmeztetni. Képzeld el, hogy mekkora szabadság neked, aki hallod a kiáltó szót, ezeket a szavakat. Milyen nagy szabadság számodra az, hogyha valakivel beszélsz Istenről, akkor nem kell a másik féljen tőled. Mert én emlékszem, én be voltam tojva, amikor nekem beszéltek Istenről, akkor én már mindig azt hittem, hogy engemet be akarnak állítani valamilyen szektába. És úgy illedelmesen próbáltam hárítani, hogy oké, köszönöm szépen, köszönöm, igen, aztán majd beszélünk, de én azért úgy kerültem az alkalmat, hogy nehogy az emberrel még egyszer találkozzak. Mert tényleg így ilyen frászon volt. És azt hiszem, hogy ez is Isten ajándéka volt, hogy frászon volt minden ilyen vallási szervezettől, felekezettől. Tehát ezektől a főképp új karizmatikus irányzatoktól nekem frászon volt, ijatta mindenható Isten, hogy nehogy beálljak, nehogy elveszek ottan bent. De én, hogyha valakivel szóba állok, és beszélek Istenről, akkor az mekkora szabadság, képzeld el, hogy valaki hallja az én szavamat, ő nem kell sehova se beálljon, teljes szabadságon felkínálva számára elmondom neki, hogy ide figyelj, van újjászületés, beszéld meg az atyával. Ha van benned alázat, beszéld meg az atyával. Fohászkodj hozzá, hallani fogod őt, és megad minden eszköz számodra ajándékba, ami szükséges ahhoz, hogy újjászüles, új teremtés legyél. Mekkora szabadság ez? Ilyen szabad soha nem volt az evangélium emberek. Ilyen szabad soha nem volt. Nem kell beálljon senki sehova, semmilyen szektába, semmilyen vallásba, hanem egyszerűen el kell döntse, hogy kíván-e újjászületni, kívánja lerendezni a számlákat az ég és a föld teremtőjével, vagy pedig ne. Ennyire egyszerű és ennyire szabad, és ennyire dicsőséges soha nem volt az örömhír, talán soha. Mert régen mégiscsak az emberek itt úgy csoportosulásokba tömörültek, meg ilyen kis vallási csoportokba szerveződtek. De most nincs erre szükség, hanem Isten megadja azt a hatalmas szabadságot, mert ahogy mondja az írás is, ki töltötte az ő lelkét, ki öntötte az ő lelkét, hogy mindenkinek bőségesen jusson abból, hogy abban fürödjünk meg abban a vízben, az ő lelkében, és örömmel tudjunk beszélni erről, tudjuk megmutatni az embertársainak, hogy te, van ilyen, érdekel-e? Ha érdekel, akkor tudd, hogy van. Elmondom az alapokat, nagyon egyszerű módon elmondom, hogy mi az alapja az egésznek, hogy hogyan juthatsz el oda, hogy halld Istent, hogy kérd, hogy vizsgáljon meg, mutassa meg, milyen akadályok vannak benned, milyen bűnök vannak, leplezett, eltakart bűnök vannak benned. Kér segítséget, olvasd az evangéliumot, meg fogod érteni, és megad lépésről lépésre mindent neked, hogy újjászüles, hogy új teremtés legyél, gyermekké formálódj, Isten gyermekévé formálódj. Mekkora ajándék? Nekem csak ennyit mondtak tényleg. Nem magammal dicsekszem, hanem a jóságos Istennek a szerelmébe. Azt mondta egy ember, menjek haza, olvassam el az új szövetséget. Fogok kapni szent lelket, és a szent lelk engem vezetni fog életem végéig. És azt mondtam, hogy én beálltam a félvilágot, de ilyet még soha nem hallotta. Csak ő nem mondott, ő elmondta, hogy merre járt, és kicsi motorról merre motorozgatott, meg gyalog is, meg minden ilyen zarándokként, meg minden. És szimpatikus volt, mert nekem is körülbelül ilyen életutam volt, ugye. És elmondta, hogy hát csináljam ezt, olvassam el az új szövetséget. Ne hagyjam abba, ahogy mondta kedves utitárs Ákos, ez ami hiányzik nagyon sok helyen, hogy én mind azik az ilyen csirkék, vagy ilyen beteg tyúkok szemegetik a Bibliát, ugye, vagy szemegetik az evangéliumot. Hát olvasgatom. Olyan nehéz elolvasni a négy evangéliumot, úgyhogy leülsz, és mit tudom én, egy hónapon belül befejezed, vagy nem tudom mennyi időn belül, hogy végigolvasod, végig. Egyszer legyen végigolvasva. Az új szövetség. Olyan nehéz. Korábban végigolvastál vastag könyveket, nagy sültelenséget, és akkor most hirtelen, hát te szoktam olvasgatni a Bibliát. Igen, olvasgatni. Hát abban van az élet.
az alapok le vannak írva, és akkor te még mindig ilyen dumával jössz, hogy szoktam olvasgatni a Bibliát. Mi tart vissza, hogy elolvast a 4 evangéliumot elejtől végig, hogy igyad azt, hogy végig olvast, végig haladjál rajta, mert vannak ott olyan összefüggések. Mert hogyha úgy szemegeted az igazságot, mint egy beteg tyúk, hogy te kapirgálod, és innét is kicsipsz valamit, meg onnét is, nem biztos, hogy meg fogsz érteni bizonyos dolgokat. És látom, hogy az ilyeneket, akik legalább azt a keveset, nagyon kevés, az a 4 evangélium, az nagyon kevés. 4 vékony könyvecske, 4 vékony füzetecske, mondjam azt. Nagyon kevés. Még azt sem olvassák el, és amikor jön a kísértés a Facebookon, a világhálón, az érzelgős Jézus, az amerikai Jézus, locsannak bele minden hülyeségbe. Miért? Azért, mert az alapokat nem kívánták megismerni. A nagyon minimális alapot, ami le van írva tényleg Jézus beszédeiben, Jézus beszédeiről. És még ugye a leveleket, az apostolok leveleit, Pál apostol, meg János, meg Jakab leveleit, az nem olyan sok. Az Új Szövetség az nagyon vékony, nem tudom én hány könyve, tehát a könyv az túlzás. Ezek ilyen füzetecskék, ugye Pálnak egyik levele, Korintusi levele, meg a római levele. Ezek füzetecskék csupán, nem könyvek. Nagyon kevés. És a legtöbb embernek az alapok nincsenek letéve. És olyan könnyen cibálja őket mindenfajta szél, főképp a Facebookon, ami fúj. Mindenfajta. Hát itt jön egy ilyen amerikai Jézus, ó, az ember is olyan jól beszél, és ő is azt mondja, hogy milyen fontos Jézust ismerni, meg minden. Ő is ezt mondja, de mégis benne tart a hazugságban. Miért? Azért, mert az alapokat nem ismerte meg. Én nem tehetem meg azt, hogy, mert ilyent is csináltam, hogy futottam, ez az én balgaságom volt persze, de azt is csináltam, hogy futottam valamelyik után, hogy ne csináljon hülyeséget. Ő nem akarta megismerni az igazságot, hogy egyszer legalább végigolvassa, imában, hogy Isten neki mutassa meg ott a lényeget, amit ő kell lásson benne. Egyszer nem tette meg, és egyfolytában locsant bele, hol ebbe a hülyeségbe, hol a másik hülyeségbe, és akkor én futottam utána, hogy ne csináljon még nagyobb őrültséget. Ez az én hibám is részben, ilyent nyilván, hogyha Isten nem akar, én többet nem csinálok, mert nekem is hatalmas teher, hogy apukát játszok én valaki fölött, aki nem akarja a minimális alapokat megismerni. A minimum alapot, ugye, ami tényleg a minimum, a kőszikla. Mert tényleg, hogyha valaki így végigolvassa a 4 evangéliumot, olyan összefüggéseket, olyan értelmet kap belőle, hogy az önembert már nem nehéz belevinni a hülyeségbe, a bolondságba, az amerikai Jézusba. De hogyha egyszer nem olvasta végig, az alapokat, a kősziklát nem ismerte meg, na, jön az első szél, az első vihar, úgy elviszi a taknyot. Ez fog történni. Muszáj így mondjam, ilyen durván mondjam, hogy egyesekkel ez fog történni. Hirtelen a villanyt elveszik, nem lesz internet, az alapokat nem ismerte meg, jön az első hamis profita, az első szélhámos, és úgy elviszi őt, ahogy akarja. Megfosztja mindenétől. A vagyonától, rosszabb esetben még a lelkétől is megfosztja. Ez fog történni. Ezért mondtam többször, hogy ha valakinek volt alkalma hallani a kiáltó szóró, vagy hallgatni azokat a felvételeket, hogy ezzel ne visszaéljünk, hanem éljünk. Igen, bizonságot teszünk is, meghallgatjátok a bizonságunkat, vagy a bizonságainkat, de hol van a te részed az egészben? Hol van a te szorgalmat? Hol van a te hűséged? Hol van a te odaadásod? Hol van a te elhívásod? Hol van a te rajongásod? Hol van a te szerelmed a mindenható Istennel szemben, és az ő felkentjével szemben? Hol van az? Mert hogyha nincs, akkor könnyen megtörténhet az, hogy amikor jön az első szél, az első szélvész, az első vihar, a tengernek a hulláma jelkezzenek úgy hánykolódni, ugye, a tenger, a népek tengere, akkor el fog mosni, könnyen megtörténhet, hogy meg bele fogsz fulladni. Ezért tényleg nagyon-nagyon forrón ajánlom mindenkinek, hogy az alapokat azt jól ismerje meg. Az alapokat jól ismerje meg. Nagy segítség lehet az, amiről beszélgettünk Levikével, felvettük a Márk evangéliumát, a János evangéliumát és a Mátét, ugye? Azt meg lehet hallgatni, de az igazi az, amikor te olvasod, és jönnek a megértések, és örvendezel, mint egy kis bolond gyermek. Ennek tényleg van értelme, és milyen szépséges, és milyen dicsőséges. Mert úgy igazából az ember, a lélek ezáltal épül, a személyes felismerések által, a személyes kijelentések által, hogyha az nincsen meg, akkor jóformán semmi nincsen, emberek. Akkor jóformán semmi nincsen. Mert a kiáltó szó az elvétetik, ahogy kapott a Kinga. A kiáltó szavak, egy-két ilyen villany lekapcsolás és viszontlátásra, hol volt, hol nem volt, mint a mesékben. Meg az egyszerű kijelentés,
hogy nem az az igazság, amit a kiáltó szó mond. Megalázom magamat, és azokat, akik bizonságot tesznek Krisztusról, ugye, hogy aki hallhatja a bizonságokat, a bizonságtevők bizonságait, annak tudnia kell, hogy nem az az igazság, amit ők mondanak. Te, aki ezt hallod, számodra az az igazság, amit te mondasz Istentől. Tehát téged nem az az igazság fog megtartani, amit én mondtam neked, hanem az, amit te mondasz, amit te mondtál másoknak. Mert az rajtad keresztül folyik egyenesen a mennyből. A te személyes bizonság tételed tart meg téged. Az a legerőteljesebb igazság számodra, ami egyenesen fentről jön a mennyből, és keresztül folyik rajtad. Na, az az igazságnak van megtartó ereje. A személyes bizonság által vagy te felfűzve arra a láthatatlan fonára, mint gyöngyszem, ezt a pillanatot adta mindenható Isten, hogy mi az ő lelkére, mint gyöngyszemek, mi bizonságtevők, az ő gyermekei, mint gyöngyszemek vagyunk felfűzve arra a láthatatlan fonára, az ő lelkére. És a gyöngy ugye az úgy van felfűzve a fonára, hogy a fonál keresztül megy a gyöngyön. Egyik lyukon belső, a másikon ki, ugye. Így van felfűzve a gyöngy. Ez azt jelenti, hogy a gyöngyszem az egyik oldalon beveszi az igazságot, és a másik oldalon tovább adja, bizonságot tesz. Az a egyedüli biztonság, a valóságos biztonság az ember számára, a gyermek számára, hogy keresztül megy rajta a bizonság, a láthatatlan fonál, a láthatatlan Istennek a lelke, az ő kijelentése, keresztül megy rajtad. Nem csak bemegy a füleiden, hanem ki is megy az ajkaidon, a szívedből, és ami átmegy rajtad, na, annak van megtartó ereje, abban már bele lehet kapaszkodni, és igen, az elvihet a mennyek országába, egyenesen a mennyek országába. Kívánom, hogy vigyen is el mindenkit, kivétel nélkül. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!